Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon, a nevem Veronika. A mai részben arra a gyilkosságról lesz szó, amihez Eston Kácsad neve is hozzáköthető. Hogy miért, az rövidesen kiderül. Ebben a részben a gyilkost több becenéven is ismerik, például Chiller Killer, The Boy Next Door Killer, The Hollywood Ripper, és nem más, mint Michael Garzulo. Michael 1976. február 15-én született. Glenview-ban, Illinois-ban. Ő, a szülei, a testvérei tipikus középosztálybeli családnak látszottak, de Michaelről már gyerekkorában is azt mondták, hogy nagyon türelmetlen, mindig dühösnek látszott, és ezt a dühöt mindig a társain vezette le. Nagyon sokat zaklatta a társait. Viszont ezzel ellentétben nagyon távolságtartó is volt, és nagyon antiszociális viselkedést tanúsított. Nem tudott igazán beilleszkedni, sohasem. Volt egy iskolatársa, aki pedig Michael teljesen ellentétje. Ez a lány 18 éves volt, nagyon pesgő életet élt, nagyon népszerű volt, szeretett élni. Tagja volt az iskolai vitakörnek, ösztöndíjat kapott egy egyetemre. Ez a lány Trisha Picasso volt. Sok minden történhetett volna még az életében, viszont ő volt Michael első áldozata. Trisha testvérének volt a barátja, az akkor 17 éves Michael. Michael nagyon sokat járkált át Trishaékhoz, ezért nem volt szokatlan, ha ő megjelent. Szinte napi szinten, tehát nagyon sok átment hozzájuk, ezért is nevezték michael a The Boy Next Door Killernek mert Trisával is csak pár száz méterrel laktak egymástól. És hogy mi is történt a gyilkosság éjszakáján? 1993. augusztus 14-én Trisa hazafele tartott egy iskolai báról. Elköszönt az egyik iskolatársától, az iskolatárs hazament, és Trisa pedig hazafele tartott, már otthon volt, a lakáskulcsát kivette a táskájából, amikor a szörnyű gyilkosság megtörtént. Másnap reggel Trisa édesapja Vitte a kutyát sétáltatni, amikor kinyitotta az ajtót, és meglátta az előtérben Trisát vérbefagyva. Legalább 12 kézszúrás volt látható rajta. Az apa nem tudott más csinálni, mint hogy a szörnyű látványtól csak sikított. Ez a bent lévő édesanyját is megrémisztette, Trisha édesanyját. Mind a kettőjüket kórházba kellett vinni a sok miatt, hiszen a saját lányukat fagyva találták meg. Trisha körme alatt találtak DNS-t, de mivel egy nagyon kis csendes helyen laktak, egy nagyon kis közösségben mindenki szerette a lányt, ezért nem volt köthető sem, senkihez. A lányról nem hiányoztak az égszerek, tehát nem rablás történt. Jóba voltak mindenkivel, tehát nem is valamilyen bosszú, hanem ez nem volt más, mint egy, egy, egy mészárlás. A gyilkosság után nagyon sok embert hallgatta ki, de igazából gyanúsított nem volt, és michael is kihallgatták ekkor, de ő teljesen elutasította, hogy őt bármilyen módon hozzákapcsolják a, a, gyilkossághoz. Hozzá kell tenni, hogy amikor Trissák megölték, senki nem hallott semmit, tehát a lány nem sikított, tehát valószínű, hogy ismerte az elkövetőt. Sajnos a nyomozás nem járt sikerre, ezért az ügy akkor még lezáratra maradt. 5 évvel később, az akkor is még csak 22 éves Michael 1998-ban ellébe költözött. Színész szeretett volna lenni, de addig is kidobóként, meg ezermesterként dolgozott. Egy tévéműsorban valamilyen bokszoló szerepet is kapott, de a karrierje nem igazán akart beindulni, inkább a kidobó és az ezermesterségből élt meg attól függetlenül, hogy türelmetlen volt, nagyon sok alkalmi barátnője és szeretője is volt. Kapcsolatba került Elisonnal is, akivel együtt élt Los Angelesben, az Orchid avenue Hollywoodban telepettek le, a híres kínai szénház mögött, 120 méterre a következő áldozatától, Ashley Ellerintől. Ashley ekkor 22 éves volt, és ismét a The Boy Next Door Killer jelző illik Illik Michaelre, és hogy miért, az nem sokára kiderül. Pár szóban szeretném estét bemutatni. Esli divat tervezést tanult, és Rész időben az éjszakában táncolt. Eston Kacsor és Esli 2000. decemberében találkoztak, nagyon jól összeillettek, és többször randizgattak is. 2001. február 21-én megbeszélték, hogy elmennek egyet vacsorázni, megisznak pár italt, és együtt elmennek a Grammy After party -ára. Ezen az éjszakán Eston kétszer hívta a lányt. Az elsőben közölte, hogy késni fog, a második hívás pedig 8.45-kor lett vége. Akkor még nem tudták, hogy akkor beszélnek utoljára. Ez a gyilkosság előtt pár pillanattal történhetett, hogy Eston letette a telefont. Miután Eston Kacsúr megérkezett a helyszínre a lány lakásához, már megbeszéltek, hogy értem egy, hogy megérkezett a lány lakásához, és nem jött válasz, hiába hívta, nem reagált. Ezért odament az ajtóhoz, bekapokott, senki nem nyitotta ki az ajtót. Ekkor megpróbált benyitni, de az ajtó zárva volt. amikor kopogott, az 10 óra 45 perc kor volt. Ezek a dátumok fontosabb lesznek későbbiekben. Tehát kopogott, nem nyitott senki ajtót, rá próbált, hogy hát be tud nyitni, de az ajtók zárva voltak. Viszont éget bent a villany. Nem akarsz annak tűnni, aki ugye túlságosan sokat vár az estétől, és, és kukkol a lány után, de mégis érdekelt, hogy mi történhetett, ezért benézett az ablakon át. A lányt nem látta, viszont annyit látott, hogy a szőnyegen van egy piros folt. És ő arra gondolt, hogy biztosan egy, ez egy borfolt, hiszen pár nappal ezelőtt volt a lánynál egy buli, és arra gondolt, hogy akkor löttyelhetett ki a bor. Eston arra gondolt, hogy a lány nagyon ideges volt ő rá, mert meg volt rá, mert késett, ezért ezért ő inkább elment külön a barátaival az éjszakába mulatni. Ez egy kicsit az is, azért is furcsa, mert hogyha nagyon jól kijönnek, eltervezik, hogy randiznak, Eston felhívta a lányt, hogy késni fog. A lány azt mondta, hogy rendben van, megvárja. És ugye mégiscsak egy Grammy afterpartyra készültek. Tehát ez egy kicsit gyanúsnak kellett volna lenni, hogy, hogy miért ment volna el a lány, és mértékben a villany, és mi az a piros volt. De Eston nem csinált semmit, és ugye nem válaszolt senki a telefonhívásra se, pedig előtte felvette neki a lány. Tehát ez, ez mind gyanúsnak kellett volna lenni, viszont ugye, ahogy mondtam, Eston úgy gondolta, hogy a lány csak mérges őre, ezért otthette a helyszínt, és egy barátjánál nézték meg a gremi adót. Másnap a rendőrség megtalálta a holttestet, 50 készszúrás volt a lányon, a nyakon olyan készszúrás, meg olyan szúrásnyomok voltak láthatók, a, ami, amivel majdhogy nem lefejezte a lányt. Kiszúrások voltak még a majakason, a hason, a háton. Ez teljesen olyan volt, mint Trisha ügye. Tehát már itt a rendőröknek elkezdett feltűnni a dolog. A kéztúrásokból néhány 15 cm mély is volt. Olyan mére hajtolt a késsel, hogy a lány koponyájából puzzle méretű darabok hiányoztak. Tehát nagyon véres, brutális gyilkosság történt. Ami lehet, hogy akkor történt, vagy rögtön azután, miután, vagy miközben Eston Kacser ott állt a lány ajtaja előtt. Azt, hogyha Eston csinált volna valamit, se biztos, hogy megmenti a lány életét, hiszen a lányt olyan erős kéztúrás érte a nyakán is, hogy valószínűleg nem érte volna túl a lány, hogyha még Eston akkor is valamit tesz, hogyha neki gyanúsak a körülmények, de ugye ezt már nem tudhatjuk meg. 2000. októberében ismerkedett meg Esli Michael Gázsulóval egy lapos kerék cseréje kapcsán. Esli és a barátnője álltak a kocsinál, próbáltak kereket cserélni, amikor megállt Michael, ő segített nekik, úgy mutatkozott be, mint egy ilyen helyi ezermester, ugye, mert akkor ebből élt, voltak is neki ilyen alkalmi munkái, és meghagyta az ő kártyáját a lányoknál. Michael és Esli barátok lettek, nagyon gyakran átjárt Michael a lányhoz, Ashleyhez, és annak a lakótársához. Ashley barátai később Michael azt nyilatkozták, hogy nagyon furcsa, nagyon háborzongató ember volt, nagyon megszállottnak látták, és látták, hogy Ashley bámulja a kocsiából a korai órákban. Ugye hát ez is nagyon furcsa volt, ahogy később elmondták. Egy alkalommal Michael azt mondta Ashley szobatársnőinek, hogy őt összekapcsolják egy gyilkossággal Csikágóban, és hogyha keresni az FBI, az azért történik, mert DNS-t akarnak tőle, mert rá akarnak bizonyítani egy gyilkosságot. Michael ugyanezt elmondta az egyik szeretőjének, Velmának is. Azt mondta, hogy azért hagyta el illinois mert egy gyilkossággal összekapcsolták az ő nevét, és az FBI a DNS-ét akarja. Tehát ez is nagyon furcsa, hogy miért mond ilyeneket, hiszen nem kapcsolták őt össze, hiszen őt is kialgatták annak idején Illinoisban, Trisha meggyilkolása kapcsán, és és nem kapcsolták a össze a nevét. Igaz, hogy a lányát találtak DNS-t, de akkor még nem mondták, hogy az Michaelhoz lenne kötve. Esli ügyében is nagyon sok embert kikérdeztek. Michael nevéhez is elértek, tudták, hogy gyakran vendég volt Esli-nél, de Michael-t nem találták, nagyon nehéz volt lekövetni. 2002-ben a nyomozók Illinoisból Los Angelesbe mentek, hogy végre DNS mintát szerezzenek Michael-től, mert szerették volna megtalálni végre Trisha gyilkosát és lezárni az ügyet. Még ez a két ügy nagyon-nagyon hasonlított. Végre Michael-t is megtalálták, lenyomozták, aki nyugat Los angeles lakott a legújabb barátnőjével Grace-szel. vérmintát vettek, vagy hát megtörtént a vérvétel, a rendőrség már nagyon-nagyon közel érezte azt, hogy lezárja a Trisha ügyét. Tíz hónapot vártak az eredményre, és 2003. szeptemberében megérkezett az eredmény, hogy Michael dns tökéletesen egyezik, amit trisa körme alatt találtak. Azt hitték, hogy le tudják zárni az ügyet, viszont a Cook megyei ügyészség ezt elutasította, hogy emiatt nem lehet összekötni michael a gyilkossággal. Tehát semmi nem történt, nem tartóztatták le michael és ez a döntés egy újabb nő életébe került. Ezt a nőt Mária bruno hívták. 2005. szeptemberében Michael Elmontiba költözött egy apartman második szintjére, az akkor már terhes grace -re. Ebbe az apartman komplexumba költözött be hamarosan a 32 éves Mária Bruno, az első emeletre költözött, a nő szintén gyönyörű volt, alig volt túl a vállásán, négy gyermek anyja, pénztáros volt egy bútorboltban, és próbált új életet kezdeni. A gyerekei vele voltak, tehát ő együtt költözött oda a gyerekeivel. Viszont 2005. december 1-én holtan találták Máriát. 17 készúrás volt rajta. Különös roncsolás volt a torkán és a melkassán. Ezt mindjárt részletezem. Az a szerencse, szerencse, hát az a jó dolog ebben, hogy nem a gyerekek találták meg, hanem a volt férje talált rá, és azt mondta a 911 diszpécserének, hogy egy vértócsa a felesége körül, vagy az ex-felesége körül. A melleit az ex tehát Mariának levágták, az egyiket a nő szájára tették. A Los Angeles megyei serifhivatal nyomozója Mark Lowlingfield volt az, aki nagyon foglalkozott ezzel az ügyel, de szinte csak az egyetlen. Ő azt mondta, hogy Mária egy anya volt, egy feleség, valakinek a lánya és valakinek a nővére. Ő próbálta kinyomozni, hogy mi történt. Mária El Salvadorból ment az Egyesült Államokba, nagyon fiatalon férhez ment, és később négy gyermeke született. Mária hátrahagyott egy ikerpárt, akik két évesek voltak a nő halálakor. Hátrahagyott egy négy éves és egy öt éves gyermeket. Amikor a szomszédokat kikérdezték, semmire nem jutottak, és szintén senki sem volt gyanúsítva, csak mindenkitől információt próbáltak gyűjteni. Michael ajtaján is többször kopogtattak, de senki nem válaszolt. Ez az én magám véleményem, de hogyha egy újabb késel is történik, ráadásul ilyen brutális módon, és valaki nem válaszolt a rendőrségnek nem kellett volna utána nézni, hogy ki lakik abban az apartmanban, hogy hívják, és van-e előléte. Hiszen akkor már meglátták volna, hogy Trisa ügyében volt egy teljesen azonos DNS minta, hiába nem ítélték el, akkor is láthatták volna, hogy pont egy ilyen kísérés miatt, esetleg fölkerült a neve. Tehát láthatták volna, hogy már volt gyanúsítva egy gyilkossági kísérletben, egy nagyon-nagyon hasonló gyilkossági kísérletben ezzel talán előrébb jutottak volna, és lehet, hogy eljutnak a Michaelhoz. Grace, Michael barátnője, aki ugye terhes volt, ő már ez előtt, a gyilkosság előtt, ő már visszaköltözött a szülői házba, hogy távol tartsa magát Michael-től, mert Michael egyre agresszívabb lett, durván beszélt vele, és a nő ebből nem kért, ezért a, hazament a szülői házba. Mégis, mikor a rendőrségi szórólapokat meglátta, ami a gyilkosságról történt, ugye ott, ott meg volt jelölve a gyilkosság helyszíne és a cím is. Ez ugye ismerős volt a lánynak, hiszen ott lakott, ezért felhívta, nem a rendőrséget hívta fel, felhívta a Michael-t, hogy megtudja, hogy mi történt. Michael elmondta, hogy ugye meg, megölték Mária Brunót, grace nagyon Fájdalmas volt, hiszen ő ismerte Máriát, és sokszor segítette, amit a boltból hazahozott a csomagokat bevinni a lakásba. Nagyon mélyen érintette, és mégsem hívta fel a rendőrséget, hanem michael hívta. Mária Bruno ügye is megoldatlan maradt. Évek teltek el, 2008-ban Michael megnősült, Santa lakott, már nem Grészen, hanem egy teljesen más nőt vett feleségül. Ismét egy új áldozat következett, ez megint nagyon közel lakott. Ugyanabban az utcában laktak. Következő áldozata, Michelle Murphy. Ő is egy élettel teli 26 éves nő volt. Április 28-a, Michelle Murphy a házában aznap nagyon sokat takarított. Michelle-nek nagyon jó alakja volt, ő sokat edzett, aznap is nagyon sokat edzett. Majd megvacsorázott, tévézett és elment aludni. Majd arra kelt, hogy már ott van a szobában, és többször megszútja őt késsel. A férfi lánazott, és, és, nem hagyta a nőt mozogni. Michel sikított, harcolt, visszaütött, ugye ő erős és izmos is volt, és ráadásul fit is, aznap is ugye, hogy edzett. Nagyon eltökélt volt a nő a harcban, nagyon ki akart szabadulni Michael fogása alól. Folyamatosan, ahogy tudta, ütötte, rúgta a férfit. Ennek ellenére kapott már, vagy hat szót sebet Michel, kapott a kezére, a karjára, a melkasára, de nem adta föl. Nagyon szorosan elkapta a pengét, megmarkolta, ez megvágta a lány kezét, de, de nem érdekelte, tovább küzdött, és elkezdte a kést Michael felé nyomni. Ezzel megsebésítette Michael kezét is. Vér csöpögött ki a szobában. Michel olyan sokáig küzdött, hogy végre le tudta tolni magáról michael -t. Ekkor valami nagyon furcsa dolog történt. Michael felállt az ágyról, mintha valami transzból esett volna ki, vagy jött volna ki, és annyit mondott Michelle-nek, hogy sajnálom, majd a bejárati ajtón keresztül elmenekült. Michelle felugrott, bezárta az ajtót, és hívta a barátját és a 911-et. Mivel Michael-t megsebesítette, ezért megvolt volt Michael DNS-e. Négy hét múlva meg is jött az eredmény, hogy a DNS megegyezik michael -ével. Michael gázsuló összekapcsolták az előző három gyilkossággal is, mind a három nőhöz közel lakott, minden ügyet elővettek, elővették. Patricia ügyét, ashley is, akivel Ashton Kutcher randizott, Maria Bruno ügyét is, aki négy gyermeket hagyott hátra, és Michelle murphy is, akit megpróbált megölni, de szerencsére a nőnek sikerült elkergetni Michael. Sikerült feltárni az igazságot, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem hozzáértő rendőri munka volt ez alatt a négy ügy alatt. Nagyon sokszor le lehetett volna már állítani Michael-t. 2008. június 6-án Michael Gázsulot letartóztatták, Michelle Murphy gyilkossági kísérletét, és Ashley Ellerin és Mária Bruno ellen elkövetett gyilkosságért. 2011. július 7-én első fokon gyilkosságért elítélték, amit Trisha Picasso ellen követett el. Michaelnek több ügye is lehetett, mint a három nő meggyilkolása és a gyilkossági kísérlet mert azt is mondta, hogy ha tíz nőt megöltek, és mind a tíz nőnél ott lenne az ő DNS-e, az sem bizonyítaná, hogy ő ölte meg őket. De végül is nem kapcsolták össze más büntettekkel. Nagyon sok késedelem után 2019. május 2-án megkezdődött Michael Gázsoló tárgyalása Kaliforniában. Eston Kacsor is tanúskodott az ügyben, beszélt arról, hogy hogyan találkozott ashley hogy Aznapra a randit beszéltek meg, hogy meghiúsult a rendezvú, hogy mi történt. Mi történt akkor, amikor a házhoz ment, hogy bekopogott, és benézett az ablakon is, és látta azt a vörös foltot, amit bornak hitt, és hogy elment utána a barátjához a gremit nézni. Tehát Eston Kutcher tanulgalomása is hozzájárult ahhoz, hogy 2019. augusztus 15-én Michael Garzsulot elítélték. Október 18-án, pár óra mérlegelés után javasolták a halálbüntetést. Az ítélethozatal Kaliforniában folyamatosan húzódott. 2021. februárjában Michael Guzsolo megjelent a bíróságon, és könyörgött a bírónak az életéért, és kérte azt, hogy hagyja figyelmen kívül a halálbüntetési kérelmet. Viszont 2021. július 17-én Michael-t halára ítélték. Michael soha nem a magát bűnösnek. Gazsló azt mondta 2011-ben, amikor megkérdezték a kaliforniai támadásokra, azt mondta, hogy 100%-ban átatlan vagyok. Ügyvédje Daniel Nardoni azt mondta Larry Paul Fidler felső hogy nem helyes kivégezni egy elmebeteg embert. Ekkor azt mondta a bíró, Larry Paul Fidler, hogy ebben az esetben mindenhol, ahová Mr. Gazsló ment, halál és pusztulás következett nem fogadta el a védelem új tárgyalásra irányuló indítványát, hozzátéve, hogy a támadások körülményei teljesen gonoszak és félelmetesek. A kerületi ügyész szerint a halálbüntetés nem megfelelő. Eleni napja Michael azt mondta, hogy szeretné a jegyzőkönyvbe vennék, hogy kifogásolja Gascon politikai beavatkozását a lány gyilkossági tárgyalásába, és hogy Nuszon kormányzónak nincs joga figyelmen kívül hagyni a szavazók dokumentált akaratát. Mivel a kormányzó ellene van a halálbüntetésnek, amit 1977-ben állítottak vissza Kaliforniában. Ennek ellenére valószínűleg hosszú idő telik el, amíg gázsoló ítéletét végrehajtják, ha egyáltalán megtörténik. Kalifornia 2006 óta nem végzett ki senkit, és összesen 13 ember halálbüntetését hajtották végre azóta, hogy 1977-ben visszaállították a halálbüntetést Kaliforniában.